Hello, hello, sziasztok! Ismét egy új videóval jelentkezem, amelyben néhány érdekességet szeretnék megosztani veletek. Én Halesz vagyok, és ez itt az Alfa Amore videós hírek rovata. Első hírünk a 4C-vel kapcsolatos. Ez az autó szinte minden Alfa rajongó szívét megmozgatja, amióta pedig nem gyártják, azóta még inkább kezd egyre izgalmasabb autóvá válni. Aki nem ismerné, a 4C-t még 2013-ban mutatta be a gyár, és egy igazi gokárt autó, súlya alig 900 kg. A 4C középmotoros, egy 1750 köbcentis turbomotor mozgatja, és dupla kuplungos TCT váltóval szerelték. Az eladásokat tekintve ugyan nem lett akkora siker, mint amekkorának tervezték, mégis úgy tűnik, rajongói körében örök darab marad. Az már most, 2 évvel a gyártás leállítása után is látszik, hogy nem fogunk 4C-t olcsón vásárolni a jövőben, mert mindegyik példányt féltve őrzik, ha pedig eladják, bizony megkérik az árát. Megnéztem, itthon jelenleg 20 millió forint alatt nincs eladó példány a használt autón, a mobile.de-en pedig 48 ezer euró a legolcsóbb 4C, amely egy 2014-es modell. Úgy tűnik, hogy a Toyota tervezője is nagy rajongója lehet ennek a típusnak, mert elképzelte, hogy milyen lenne a 4C utódja. Szerinte ilyen. A tervei erősen futurisztikusak, és azt gondolom, nagyon megosztóak, de általában az ilyen fantázia rajzoknak valahol ez is a céljuk. Oldalról és hátulról kifejezetten karakteres lett az autó. Na de előről, hát ezt nézzétek, hát ez mi? Mi akar ez lenni? Mik ezek a lámpák? Szóval itt elfogyhatott a lendület, vagy a rajzok renderelésénél történhetett valami hiba. Hát én ezekkel a lámpákkal fogok álmodni, az egészen biztos. De az is lehet, hogy csak hasonlóan megosztó fényszórókat szeretett volna a tervező, mint a 4C póklámpái, amelyek annó szintén sok vita alapjául szolgáltak, míg meg nem jelentek egy letisztult fényszóróval is. Nos, onnantól kezdve már az volt a kérdés, kinek melyikkel tetszik jobban. Nekem speciál a póklámpával. És nektek? Na de menjünk is tovább, mert vannak itt még hasonlóan izgalmas fantáziarajzok. Sajnos az Alfa Romeo jelenleg nem tervez a következő néhány évben sem kupét, sem semmilyen szupersportautót gyártani. Tavaly nyáron az FCA még azzal hitegette az Alfa rajongóit, még Alfa Cityben is, hogy 5 éven belül újraéleszti a GTV-t és a 8C-t. Előbb itt 600, utóbb itt 700 lóerővel, így végleg beléptek volna a szupersportautók piacára. Ezt a szép tervet aztán gyorsan elkaszálták, és a kis példányszámú modelleket törölték. Az új elképzelések szerint mindössze 2 új modell érkezik a következő 4 évben, a Tonale 2021-ben már nagyon várjuk, valamint egy BSUV. Persze közben kihozták a Giulia GTE változatát, de az csak egy limitált példányszámú erőfitoktatás rengeteg pénzért. Na de a rajongók nem hagyják annyiban, folyamatosan emlékeztetik arra az Alfa Romeo-t, hogy milyen autókat is kellene gyártania. Itt van például az Ugo Sahin Design legújabb terve, az Alfa Romeo Barchetta, amely olyan jól sikerült, hogy azonnal beleülnénk. Egy kétüléses roadster, amely az ihletet talán a Lamborghini Concept S-ből meríthette. Ugyanis az autó kétüléses, de a sofőr és az utas is külön szélvédőt kapott, sőt, az utasszállát is ketté osztja ez a szélvédő. Az autó első fényszórói a Tonale tanulmánylámpáira emlékeztetnek, a hátsó traktusból pedig kiemelném a Forma 1-es féklámpa megoldást. A dizájn összességében nincs túljátszva, mint az előbb bemutatott 4C esetében, persze ez is futurisztikus, de simán megállná a helyét. És hát arra is felhívja a figyelmet, hogy mennyire hiányzik az Alfa kínálatából egy nyitott tetejű modell. És hogy ne csak a virtuális jövőből hozzák nektek híreket, kicsit kalandozzunk a múltban is. Egy különleges videót szeretnék a figyelmetekbe ajánlani. Kaliforniában járunk, egy 1985-ös történelmi versenyen, ahol az Alfa Romeo-é volt a főszerep. Ez itt a világhírű Laguna Seca versenypálya. Izgalmas autók, izgalmas futamok pörögnek a Super 8-as kamerával készült felvételen, aztán egyszer csak feltűnik az akkor 74 éves argentin Juan Manuel Fangio, és beül abba az Alfetta 159-es versenyautóba, amivel 1951-ben világbajnokságot nyert. Óriási! Nos, ez már így kimondva is érdekes, de ha van egy kis időtök, nézzétek végig a teljes videót, hatalmas élmény ez egész. Még az a része is, hogy már 1985-ben, 35 évvel ezelőtt is olyan autók versenyeztek itt, amelyek már akkor veteránnak számítottak. A leírásba beraktam a videó linkjét, hogyha meg szeretnétek nézni. Ha pedig bővebben is érdekel az argentin versenyző élete, akkor jó, ha tudod, hogy a Netflixre felkerült egy 1,5 órás dokumentumfilm, amelyben még Senna is megszólal. És ha már történelem, még egy hír. Az idén 110 éves Alfa Romeo történelmét az Arezzai Múzeum egy videósorozattal ünnepli. Az Open Backstage elnevezésű sorozattal a múzeum kulisszái mögé pillanthatunk, illetve a történelmi modelleket is sorra bemutatják.
Ezek közül most az Alfetta 158-as képsorai pörögnek a háttérben. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem tetszett. Ha igen, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornánkra. És most is hoztam egy videót a végére, amely egy percben foglalja össze az Alfa Romeo 110 éves történelmét 1910-től 2020-ig. Sziasztok! Già in testa la corsa e vi rimarrà fino in fondo. La Giulia 1006 GTA ha già strabiliato tutti al suo debutto italiano nella categoria turismo.